köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elkezdődött az aláírásgyűjtés, hivatalosan is elindult a kampányidőszak. Maradjunk együtt, 15. alkalommal rendezik meg a házasság hetét hazánkban. Több tízezret is költenek ajándékra Valentin napon, nem szűnik az ünnep iránti lelkesedés. Testületi ülés Dombóváron elfogadták az éves költségvetést. Szombaton hivatalosan is elkezdődött az április 3-ai országgyűlési választásokat megelőző kampányidőszak. A jelöltek és jelölő szervezetek ugyanis ekkor kezdhették el gyűjteni a voksoláson való részvételhez szükséges aláírásokat. Horváth Istvánnak, Tolna megye egyes számú választókerületi képviselőjének mindössze néhány órára volt szüksége az aláírások összegyűjtéséhez. Szombaton pontban reggel 8 órakor hivatalosan is elkezdődött az április 3-ai országgyűlési választás kampánya. A leendő képviselőjelöltek ugyanis ekkor vehették fel az aláírásgyűjtő íveket. Köszönöm szépen a türelmüket és jó munkát kívánok! Mindössze néhány órára volt szüksége Tolna megye egy-egy számú választókerületi országgyűlési képviselőjének ahhoz, hogy a szükséges 500 szignót megszerezze. Horváth István közel 2000 aláírással érkezett a szekszárdi polgármesteri hivatalba néhány perccel délután 1 óra után. Dél és fél egy között már összejöttek. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a állampolgároknak, akik támogatták az aláírásukkal bennünket, illetve vannak a több mint 200 aktivistának, aki ebben a nagy munkában részt vett. Az aláírások gyűjtésén nagyon sok támogatást és biztatást kaptunk a választópolgárokhoz. Horváth István azt mondja, nem állnak le az aláírások gyűjtésével, hanem a következő napokban további támogató szignókat gyűjtenek majd. Minden olyan támogató rendő szavazót meg fogunk keresni, aki szeretné azt, hogy támogatásával, aláírásával tudjuk folytatni a megkezdett munkát. Tolna megye egy-egy számú választókerületében az aláírásgyűjtés első napján összesen 9-en vettek fel ajánlóíveket. Mind a 9 személy el is vitte az ajánlóíveket, így ők már gyűjtik az ajánláshoz szükséges 500 darab számot. Egy olyan személy van, aki független jelölt, az összes többi valamilyen jelölőszervezet alapján nyújtotta be a nyomtatványát. A leendő jelöltek február 25-ig gyűjtetik az aláírásokat, azt követően 4 napon belül dől el, hogy nyilvántartásba veszik-e őket. Az elmúlt 3 napban 21.081 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.717.072 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 271, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 42.361 főre emelkedett. 5.186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 199-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.379.000-en kaptak. Tolna megyében 733 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, ezzel a járvány kezdete óta 36.304-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. További 3 hónappal meghosszabbították a benzinárstoppot. A kormány a magyar emberek védelme érdekében rezsicsökkentési politikája részeként vezette be tavaly év végén az üzemanyagárstoppot, ahol a 95-ös benzin és a dízel gázolaj lehetséges legfelső árát literenként 480 forintban határozta meg. Az intézkedés első ütemben 3 hónapra szólt, vagyis idén február 15-ig lett volna hatályos, azonban a világpiaci és egyéb körülményeket, folyamatokat figyelembe véve a kormány az intézkedést 2022. május 15-ig meghosszabbította. Ennek köszönhetően a magyar családok az egyik legalacsonyabb árat fizetik Európában az üzemanyagért. Az üzemanyag ára nálunk az 5. legalacsonyabb. Ma 480 forintot fizetünk, árstopp nélkül, jóval 500 forint felett járnánk. Az árstopp itt is bevált, ezért további három hónappal meghosszabbítjuk. 15. alkalommal rendezik meg a Házasság hete című programsorozatot Magyarországon. Idén a kapcsolatok tudatos gondozása és a közös fejlődés a fő irányvonal, mert bár a házasságkötések száma 2021-ben idehaza elérte a 72 000-et, de megsokszorozódtak a válóperek is. Ennek csökkentése és a tartós hosszú házasság titkának feltárása az idei akcióhét célja.
A szakértők szerint a nyílt kommunikáció és a türelem elengedhetetlen a hosszú boldog kapcsolathoz. Maradjunk együtt, ez a házasság hete idei mottója, ugyanis az elmúlt években nem csak a házasságkötések, hanem a válások száma is jelentősen megnőtt. A kezdeményezés közel 2 évtizede indult Angliából, amely Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Prantner Péter 2 kisgyermek édesapja, 6 éve él boldog házasságban. Fontosnak tartotta, hogy párjával hivatalosan is összekössék az életüket. Szerettük egymást, és így gondoltuk, hogy tovább lépjen a kapcsolatunk, följebb léptünk egy szinten. Földesi Józsefné már közel 10 éve özvegy, de azt mondja, az egyik legszebb dolog egy ember életében a házasság. Több mint 50 évig éltek együtt férjével. A jó és a hosszú házasság titkát is elárult a stábunknak. Egymáshoz való alkalmazkodás. Mindig az én nagyanyám mondta azt, hogy mindig egyszerre csak egyiknek szabad haragudni, mert akkor a másik eltűri. Magyarországon 2021-ben összesen 72 000 pár kötött házasságot. Parrak Ferencné, a Tolnai megyeszékhely anyakönyvvezetője elmondta, Szekszárdon is jelentősen megnőtt a házasságkötések száma. Eddig átlagosan évi 200-an kötötték össze életüket hivatalosan, míg tavaly ez a szám már közel 300-ra nőtt. Az anyakönyvvezető elmondta, nagyon jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést. Egy nagyon-nagyon hiánypótló dolgot tölt be ez a házasság hete, mert őszintén beszélnek hiteles emberek a házasságról, a házasság szép oldaláról, de ugyanakkor fölvállalják a házasság gondját és problémáját is, és utat mutatnak azoknak az embereknek, akik esetleg válsághelyzetben vannak, hogy igenis kezelhető a házasság, csak bizalom kell, és ki kell tartani egymás mellett. Pakson a rendezvénysorozat első napján áldotta meg a Szent Misén résztvevő párakat Kutas Attila, katolikus plébános. Nagyon sok mindenre nincs megoldás, nem tudjuk a megoldást, egyszerűen hordozni kell egy nehézséget, egy kihívást. Nem tudom én, férj rájön a feleségének a gyengeségére 2 év után, és nem fog az a gyengeség elmúlani, látható, hogy az személyiséghez hozzátartozik. Meg kell tanulni hordozni. Ezzel együtt nem csak elfogadni a páromat, hanem szeretni is. A kezdeményezést 15. alkalommal rendezik meg hazánkban. Idén a kapcsolatok tudatos gondozása és a közös fejlődés a fő irányvonal. Szekszárdon február 20-án a házasság hetének zárásaként áldják majd meg a házaspárokat a belvárosi templomban. Több mint 100 000 család igényelte már otthon a felújításához a vissza nem térítendő állami támogatást, mondta Zsigó Róbert Facebookra feltöltött videójában. A családokért felelős államtitkár hozzátette, 1 éve indította el a kormány Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programját. 2021 óta már nem csak az új otthonuk megvásárlásához vagy építéséhez kaphatnak állami segítséget a gyermeket nevelő családok, hanem a meglévő otthonaik felújításához is. Ezek az otthonok az állami támogatással szebbé, kényelmesebbé, komfortosabbá válnak. Korábban soha nem volt Magyarországon ilyen átfogó, az egész országban elérhető otthonfelújítási program. Ez idáig az otthonfelújítási támogatást csaknem 190 milliárd forint összegben igényelték meg a családok a Magyar Államkincstártól. Február 15-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu honlapon elérhető e-felvételiben. A választható képzésekről és a jelentkezésről részletes információk olvashatók a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, amely már a hivatalos kiegészítéssel bővített formában elérhető a felvi.hu-n. A honlapon pontszámító kalkulátor és kisfilmek segítik az érdeklődőket a jelentkezési folyamatban. A jelentkezéseket február 20-áig hitelesíteni is kell, ügyfélkapuval vagy kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával. Ugyancsak február 15-e a kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje, ezt azoknak kell átutalniuk vagy bankkártyával kiegyenlíteniük, akik a díjmentesen megjelölhető 3-nál több, de legfeljebb 6 képzésre jelentkeznek. A szerelmesek napjáról szerte a világon megemlékeznek február 14-én. Vannak, akik egy szál virággal, bombonnal vagy egy pársoros idézettel lepik meg kedvesüket, ám vannak olyanok is, akik komoly összegeket költenek ezen a napon arra, hogy szerelmüket kifejezzék.
A virág- és ékszerboltok ilyenkor sokkal nagyobb forgalomra számíthatnak, Valentin napon kerül sor egy-egy drágább ékszer megvásárlására, vagy éppen egy hatalmas rózsacsokor elkészítésére. Ilyen és ehhez hasonló apróságokkal is készülnek a kereskedők Valentin napra. Az angolszász országokban február 14-e a szerelmesek napja. Ekkor a legtöbben megajándékozzák párjukat, vagy szerelmes üzenettel kedveskednek. Én túl vagyok rajta, a feleségemnek vettem virágot, meg is dicsértek. Hát általában úgy szoktuk tartani. Mint ahogy ez a férfi is, a legtöbbjük jól bevált virággal köszönti élete párját ezen a jeles napon. Ennek a virágboltnak a tulajdonosa elmondta, hogy nagyon változatosan viszik a virágokat. Volt már rá példa, hogy egy szerelmes férfi több mint 100 szál rózsából köttetett bokrétát a kedvesének. Nagyon aranyosak, készülnek főként vörös rózsával, de nagyon szeretik a tavaszi vágott virágokat. A száltól függően valaki csak egy szálat visz, valaki több szálat, nagyobb csokrot. Minimális bombon nálunk, ami elfogy, meg tavaszi cserepes virágokat visznek. Persze van olyan is, akitől távol áll a Valentin nap. Nem vagyok Valentin napi párti, öregember vagyok és konzervatív. Tehát székelyföldi vagyok, ott abszolút nem ismerik ezt a Bálint, szembeszomszéd Bálint is, ha szeretem, de a Valentin napot nem. Úgyhogy ilyen dolgokkal nem vagyok én partner. Eljegyzési gyűrűk garmadával készülnek ebben a szexárdi ékszerüzletben Valentin napra. Nagyon sok férfi erre a napra időzíti a lánykérést, vagy ezen a napon lepi meg kedvesét szerelme jeléül egy szép ékszerrel. Ha eljegyzési gyűrű, akkor arany, de sokan inkább szettet választanak ezüstből, fülbevaló nyaklánc karkötő egyben, ez ami így nagyon kelendő szokott lenni. És mi más lehetne a szerelmes nap zárása, mint egy romantikus vacsora? Ebben a szexárdi étteremben már napokkal ezelőtt elfogytak az asztalok Valentin napra, az étterem séfje egészen különleges menüvel készül meglepni a szerelmes párokat. Próbáltam úgy összeállítani a menüt, hogy a férfiak is és a nők, a hölgyek is tudjanak választani. Itt a hölgyeknek próbáltam egy kacsamellel, egy aszalt szilvával töltött kacsamellel, egy kis burgonyapüré, kis méz, kis mustár. A fiúknak egy báránycsülök, ami szerintem egy nagyon, nagyon karakán, egy nagyon, nagyon ízes, szerintem egy nagyon előkelő étel. És akkor mindenek előtt van egy kis leves, ami afrodiziákumként egy kis zellerkrémleves, ami kecskesajttal, kis házi sonkával, kis grisszinivel tálalunk, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja magának valót. Magyarországon az 1990-es évektől kezdett népszerűvé válni a Valentin nap, ami mára már óriási piaccá nőtte ki magát. Az apró ajándékoktól, virágoktól kezdve egészen a luxus vacsorákig, a drága ékszerekig, vagy akár az államutazásig bármit adhatnak egymásnak a szerelmes párok. Tavaly összesen 13 milliárd forintot költöttek el a magyarok Valentin nap alkalmából. Február 14-e nem csak a szerelmesekről szól, hanem az epilepsziával élők világnapját is ekkor ünneplik 1997 óta. Szent Bálint ugyanis nem csak a szerelmesek mentora, de az epilepsziások védőszentje is. A világon a gyermekek 1%-a, a felnőtteknek pedig 1,5%-a epilepsziás. Magyarországon mintegy 150 ezer embert, illetve családot érint ez a betegség. A világnap lehetőséget nyújt a betegséggel és gyógyításával kapcsolatos szélesebb körű tájékoztatásra. Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete szembesülhetett a szabadidő és sportcentrum engedélyezés előtt álló terveivel, hiszen ez is szerepelt ezévi második rendesülésük napirendi pontjai között. Emellett elfogadták a város 2022-es évi költségvetését. A találkozó során az is kiderült, hogy az önkormányzatnak tavaly nem kellett hozzányúlnia a 200 millió forintos folyószámla hiteléhez. Dombóváron megtartották a város önkormányzatának soron következő testületi ülését, ahol számos döntés meghozatala mellett az egyik legfontosabb, hogy sikerült elfogadni a város 2022-es évi költségvetését. Nem minden évben van ilyen szerencsés helyzet önkormányzat, hogy az állati szerinti kötelező beterjesztési időpontra esően, azaz február 15-ig beterjesztéssel is fogadja. Hiszem, hogy a 20-21-es, 22-es év szintén hasonló lesz, hiszen 21-ben már olyan költségvetés egyensúlyát tudtunk
gazdálkodni, amiről 19-ben még csak álmodoztunk, 20-ban küzdöttünk érte, de 21-ben megteremtődött a feltétel rendszere, hogy ez egy kiegyensúlyozott, előre jó kiszámítható költségvetés legyen. Az előre meghatározott helyi adók azok a bevételek az önkormányzat számára, amiből a város szabadon tud gazdálkodni, az állami normatívával nem finanszírozott feladatokat tudja megvalósítani. A határidőre fizető állampolgárok és vállalkozások nagyon fontosak a város számára. Már többször nyilatkoztam, hogy a 200 millió forintos folyószámla hitel csak egy biztonsági tartalék, hiszen 2021-ben egy forintot nem vettünk ebből igénybe. Remélem, hogy évközben még olyan pályázati forrásokat is be tudunk vonni, hogy a mostani elképzeléseinket beruházások tekintetében túl tudjuk szárnyalni. A városvezetés bízik benne, hogy a 2022-es év is sikeres lesz majd a település számára. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Pénzeső Baranyában is 20 milliárd érkezik a megyébe a szülőknek. Eltávolítják a pécsi varjúfészkeket. A szakember szerint ezzel nem oldják meg az évtizedes problémát. Ritka aranypénzt találtak Somogyban, az érme még a Római Birodalomban készült. Megkezdték a családi SZIA visszatérítések folyósítását a gyermeket nevelő szülőknek. Baranyában 47 ezer szülőnek összesen 20 milliárd forint érkezik a napokban, mondta Hoppál Péter. Az országgyűlési képviselő hozzátette, mindez annak is köszönhető, hogy a magyar gazdaság a rendszerváltás utáni időszak egyik legeredményesebb évét zárta 2021-ben. A napokban érkezik vissza a gyermeket nevelő családokhoz, szülőkhöz pontosabban, az a 610 milliárd forintnyi összeg, óriási államháztartási összeg, amelyet a gyermeket nevelő családok tavaly befizetett személyi jövedelemadójaként visszaad a kormány a gyermeket nevelő családok számára. Ebből az összegből megyénkbe is jut még hozzá igen jelentős pénzmennyiség, mondta pénteki sajtótájékoztatóján az országgyűlési képviselő. Baranyában 47 ezer szülőhöz jut el az adó visszatérítés a kormányzattól. A teljes összegét tekintve mintegy 20 milliárd forintról beszélünk. Hatalmas összeg, tehát könnyű egymás mellé tenni azt, hogyha nincs egy ilyen intézkedés, akkor a Baranya megyei szülők számláján nem jelenik meg ez a 20 milliárd forint kormányzati visszatérítés. Fantasztikus tény. Ezt a magyar gazdaság kiemelkedő növekedése eredményezte. Ennek köszönhető az adó visszatérítés, a 25 év alattiak adómentessége, de a 13. havi nyugdíj kifizetése is. Emellett pedig a belügyi dolgozóknak és katonáknak is 6 havi fegyverpénzt folyósítanak, mintegy 200 milliárd forint értékben, sorolta a politikus. Hoppál Péter elmondta azt is, hogy a baloldal régi új vezetője, Gyurcsány már bejelentette azt, hogy ha ők hatalomra kerülnek, akkor a család támogatási rendszert átalakítják. Vagyis nem kapnak majd a családok ennyi támogatást, mint az Orbán kormánytól. Ezeket az eredményeket meg kell védenünk április 3-án. A választáson az a kérdés dől el, hogy visszatér-e a bukott baloldal a hatalomba, vagy tovább haladunk azon az úton, amit eddig tapasztaltunk, zárta a képviselő. Megfékeznék a pécsi varjak szaporodását, ezért a városüzemeltetési cég a Baranya megyei kormányhivatal engedélyével csütörtökön megkezdte Pécs közterületein a vetési varjúfészkek eltávolítását. A madarak a város több pontján szennyezik a közterületeket, ami köztisztasági problémákat vet fel, ezért szükséges az engedélyezett keretek között a fészkek leszedése. A szakember szerint ezzel csak jobban szétszórják az állományt. Emelőkosaras autóval és alpin technikával szedik le a varjúfészkeket Pécsen, a kertvárosban. Az önkormányzat városüzemeltetési cége rendelte meg ezt a munkát. Vetési varjak azok Pécs több területén is problémát okoznak, ugye beszennyezik a közterületeket, járdákat, játszótereket, utcabútorokat, és ezért szükséges a varjúfészkeknek az eltávolítása, mivel ugye védett állatokról van szó, ezt kizárólag engedéllyel tehetjük meg, és meg
meghatározott időpontban. Az engedélyt a pécsi önkormányzat megkérte és meg is kapta a Baranya megyei kormányhivataltól, úgyhogy a Biocom Nonprofit Kft-tel is kezdte ezt a munkát. Már 10 éve tart ez a harca a pécsi varjakkal, de nem hoz eredményt a fészkek eltávolítása, a fák csonkolása, mondja a szakember. A városüzemeltetés áldásos tevékenységének köszönhetően a varjaállomány nem, hogy csak csökkent a városban, kb. 320 pár volt 2012-ben, hanem a háromszorosára növekedett. Tehát az égvilágon semmilyen eredményt nem értek el vele, csak azt, hogy még jobban szétszórták a varjakat a város területén. Például korábban Uránvárosban nem fészkeltek a varjak, most már több kisebb telep van ott is. Bank László azt mondja, ezek a varjak már nem térnek vissza a természetbe. Az intenzív mezőgazdaság miatt nem találnak megfelelő mennyiségű élelmet, ezért maradnak a városban. Városi varjak a városi szeméten élnek. Gyakorlatilag lehet látni, hogy reggelente végigfésülik a közterületeket, és amit ott találnak, különböző táplálékmaradványokat összeszedik és elfogyasztják. Kukáznak a varjak, tehát a nem lezárt nagy tároló edényekből szépen kiszórják a maradékot, és ott elfogyasztják. Tehát egy zárt rendszerű hulladékgyűjtés talán valamennyire segítene csökkenteni a varjak létszámát. Ez lehetne az egyedüli megoldás a szakember szerint. A vetési varjú egyébként 2001 óta védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Ezért Pécsen is a fészkek eltávolítása után, ami még jövő hét elejéig tart, a madarak költési időszakában, vagyis április 30-áig már csak a varjak riasztása lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek a védendő objektumok, tehát a forgalmas járdák, játszóterek, utcabútorok felett elhelyezkedő fészek kezdeményeket eltávolíthatják. A munkát az illetékes hatóság folyamatos tájékoztatása mellett végzi a Város Üzemeltetési Társaság. Ritka aranypénzt találtak Somogy megyében. Az 5,6 g súlyú érme a Római Birodalomban készült a 3. század közepén. A Magyarországon is ritkaságszámba menő aranypénz a Kaposvári Múzeum gyűjteményébe került. Itt látható a császárnak az arcképe, és egy ilyen sugárkorona látható rajta, és ugye körben pedig a köriratból kiderül a császári cím, hogy imperátor is volt, Cézár is, és ugye itt olvasható, hogy Volusiano. Ugye ez az előlap, és akkor a hátlapon pedig Libertas alakja látható, ugye a szabadságot személyisítik meg egy ilyen nő alakban, lényegében egy női istenség. A közelmúltban megtalált aranypénzt mutatja Varga Máté, a Riprónai Múzeum régésze. Erre az érmére Somogyban bukkantak az év elején. A pénzen olvasható a császárnak a neve, aki ezt kibocsájtotta, ugye Volusianusnak hívják. 251 és 53 között uralkodott 22 hónapon keresztül, és az édesapjának volt az úgynevezett társcsászára, szóval együtt uralkodtak. Ugye ez az időszak, amikor ez a katona császároknak a kora. A pénzkorának meghatározásánál könnyű dolguk volt, mesélte a régész. Ugye a pénzt azt Rómában bocsájtották ki, Rómában verték. Nyilván belekerült a pénzforgalomba, és ugye a római pénzek nagyon messze eljutottak ugye a teljes római birodalomba, sőt még a római birodalom határon túl is. Hát valószínűleg, hogy valamilyen kereskedelem folytán, de még az is elképzelhető, hogy katonák kapták zsoldba, és valamilyen úton módon itt elvesztették ezen az egykori római kori településen. A ritkaság számba menő római kori érme súlya 5,6 g, pontos aranytartalma viszont még nem ismert. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Elkezdődött az aláírásgyűjtés, hivatalosan is elindult a kampányidőszak. Maradjunk együtt, 15. alkalommal rendezik meg a házasság hetét hazánkban. Több 10 000-et is költenek ajándékra Valentin napon, nem szűnik az ünnep iránti lelkesedés. Testületi ülés Dombóváron, elfogadták az éves költségvetést. Kedden délelőtt nyugat felől egyre nagyobb területen átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután nyugatról újabb felhősödés várható, és elered az eső. Reggel még élénk délies szél fúj, majd legyengül, délután északnyugatira fordul a légmozgás, éjszaka borongós idő várható esővel.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!